Végéhez közeledik a szociális városrehabilitációs programunk. Ebbe újítottuk föl a 4 lakást, illetve kialakítottuk a közösségek házát. A meghirdetett 4 lakás szociális bérlakásként működik, amire kérelmeket lehetett benyújtani az önkormányzat részére. 18 kérelem érkezett, ebből sajnos 4 nem felelt meg a feltételeknek, és a maradék 14 közül kellett kiválasztanunk azt a 4 szerencsést, aki élhet azzal a lehetőséggel, hogy egy gyönyörűen felújított, energiahatékony, korszerű házba költözhetnek be. Ezek a lakások nem határozatlan időre szolgálnak, hanem 3+3 évre ad lehetőséget a lakóknak, hogy beéljék ezeket a lakásokat. Folyamatosan ellenőrizni fogjuk, hogy az állagukat megóvják, jógazda módjára gondoskodnak róla. Ellenőrizni fogjuk, hogy fizetik a havi bérleti díjat, illetve hogy a rezsiköltségekkel sincsenek elmaradva. Hogyha ezekkel rendben van, akkor az első 3 év után automatikusan meghosszabbodik a 3 évre. Amennyiben elmaradásuk van, ez sajnos szerződésszegésnek fog minősülni, ezért a szerződést fölbontjuk, ezért nyomatékosan fogjuk kérni a lakókat, hogy ezekre különösképpen figyeljenek. Nagyon nehéz volt a döntés ezeknek a kérelmeknek az elbírálásában, ezért az önkormányzat felkérte az intézményeinek, illetve a szakmának a képviselőit. A gyerekjólét és családsegítő szolgálat munkatársait kérdeztük meg, illetve ezen kívül a roma nemzetiségű önkormányzat több képviselőjét, a mentorház alkalmazottjait, a hivatal szociális osztályának a kollégáit. Megvizsgáltuk a kérelmeket, és ez alapján került kiválasztásra a 4 bérlő. Nem csak a bérlőket, hanem a környékben lakókat is megkérjük arra, hogy vigyázzanak a környezetükre. Pályázati, illetve önkormányzati forrásból alakítottuk ki, illetve újítottuk fel ezeket a házakat, közösségi tereket, pihenőparkokat, játszótereket, környéken lakók szabadidős tevékenységének eltöltésére, és kérjük, hogy vigyázzanak rá, hogy minél tovább szolgálják a környékben lakóknak a pihenését, kikapcsolódását. Mint említettem, a 4 lakáson kívül a közösségek háza felújítása is befejeződött. Ennek ünnepélyes átadója június 18-án, egy vasárnapi napon 10 órakor fog megvalósulni. Ennek az ünnepélyes átadására szeretettel hívom Kiskunmajon a lakosságát, különösképpen a környéken lakókat, akik igénybe fogják venni ennek a háznak a szolgáltatásait.